is keresztül a körforgalmon. Második kijárat. Fordulj balra.
Műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Reklám. A következő lehetőségnél fordítolra. Kábrázatos aranyeső és 10 millavár a borsban. Vedd a borsot minden nap és vidd haza a milliókat. Bors. A reklám után. Társadalmi célú reklám. Kultúrházak éjjel-nappal. Február 14 és 16 között országszerte. Részletek kultúrháza.hu. Készült a Magyar Népművelők Egyesülete megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Retro Rádióban. Április 30-ától nem közlekedik a Wizzair Budapest-Frankfurt járata. Komoly és fátyol felhős lesz az ég. Számottevő csapadékra nem kell készülni. Bánya Szárpád vagyok a hírekkel. Március 31-ig még be lehet váltani a rezsiutalványokat, a nyugdíjasok a határidő lejártáig, postán vagy a díjbeszedő irodáiban használhatják fel az utalvány. A rezsiutalványok 91,4%-át 20,5 milliárd forint értékben már beváltották. A szeptembertől januárig tartó időszakban az utalványok 45,7%-át áramra, 54,3%-át gázra fordították. Díjasok. Április 30-ától nem közlekedik a Wizzair. Az esemény Budapesten rendezik meg február 18-án és 19-én. A konferencia küldetése, hogy kifejezetten az agrárdigitalizációban résztvevő szakembereknek, gazdálkodóknak legyen a találkozóhelye, inspirációs közege, tudásmegosztási platformja. A konferencián és a kiállításon láthatóvá válnak a már elérhető termőhely vagy haszonállat egyes specifikus, valamint robotikai szenzor alapú, mesterséges intelligenciára épülő technológiai megoldások. Már nyáron lehet új edző a Vörös Ördögöknél. A manchesteri vezetőség több olasz menedzserrel is felvette a kapcsolatot, hogy akár már nyáron leváltsák Ole Gunnar Solskjaert. Az angol klub menedzsmentje nem elégedett a norvég szakember eddigi eredményeivel. A csapata a Premier League-ben 25 fordulót követően a 8. helyen áll. Mindössze 9 győzelmet szerzett a bajnokságban. Tudósít az Origo. Az M0-as autóúton Dunaharaszti és a Hárosi Dunahis között továbbra is zárva tartják az M1-es autópálya felé vezető oldalt. A járművek sávelhúzással az ellenkező oldalon irányunként két sávon haladhatnak, írja az útinfo.hu. Tőkén-keleten lehet átmeneti köd, kis területen réteg felhőzet is képződhet. Napközben gomoly és fátyol felhőkre készülhetünk, csapadék nem lesz. A szél északiról délire fordul, néhol megélénkül. A legmagasabb napi hőmérséklet 6 és 12 fok között valószínű. Holnap a déli szél többfelé megélénkül, elsősorban a Dunántúli északi felén. Helyenként meg is erősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet plusz 3 és plusz 3. A legmagasabb napi hőmérséklet tehát holnap 7 és 14 fok között valószínű. Sporthírek! Jön a Fradi Vidi rangadó. A labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában a címvédő ma 19 óra 30 perctől fogadja a fehérvári csapatot. További párosítások Debrecen Mezőkövesd Zalaegerszeg Újpest, Kaposvár Budapest Honvéd, Puskás Kisvárda és Diósgyőr Paks. A tavaly novemberben átadott Puskás Aréna is szerepel azon a 21 létesítményt felsoroló listán, amelyről kikerül majd a 2019-es év stadionja. A futballarénákkal foglalkozó Stadium TV podcast által meghirdetett versenyen 19 ország létesítményei közül választhatják ki az 5 legjobbat a szavazók. A legjobbnak ítélt stadionra 5, a másodikra 4, a harmadikra 3, a negyedikre 2, az ötödikre pedig 1 csillagot kell adniuk a voksolóknak, és a szavazók összesítése, valamint szakértő építészek véleménye alapján ítélik majd oda az év stadionja díjat. A listára csak a tavaly átadott és legalább 10 000 néző befogadására alkalmas arénák kerülhettek fel. A Puskás Aréna mellett a Dunaszerdahelyi Born Aréna is versenyben van. Szavazni március 15-ig lehet. Köszönöm a figyelmet! A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
kanyarodni balra, majd érkezés a célhoz a jobb oldalon. A második utcán fordulj balra, majd érkezés a célhoz a jobb oldalon. Érkezés a célhoz a jobb oldalon. Újratervezés. 150 méter után fordulj balra, majd fordulj balra.